barátaim, a demokrata is fél, mert van mit féltenie, azt, amiben akkor is reménykedett, amikor a szabadság és függetlenség megvalósulása hiú ábrántnak tűnt csupán. A demokrata fél, mert félti az alig nagykorú 19 éves magyar demokráciát, és ebben nem csak a demokratikus alapjogokért és vívmányokért aggódik, hanem azt kérdezi, képes-e nagykorúvá válni fiatal rendünk véget ére, gyermeki önző korunk. Csak az nem fél, kit a remény már végképp magára hagyott. Én félek, még reménykedem. Ez a megtartó irgalom, a gondviselő félelem kísért eddigi utamon, és ezért vagyok ma itt. Mitől félek? Olyan rendszerben születtem, amely kihívóan népi demokráciának nevezte önmagát, és ugyan volt írott alkotmánya, sőt ennek szövege jó részt ma is elfogadható, de a betű megölt, az elnyomóvá lett idegen hatalom jelenlétében és árnyékában csupán a politikai elit, és azon túl a hozzájuk mindenben szervilisen kötődő kiváltságos osztály szándékait és céljait védte. Nem akarom, hogy újra olyanok irányítsák Magyarországot, akik ellentmondást nem tűrően képviselik, hogy az ő joguk megmondani, kié az ország, annak útjai, terei, és ki a magyar, kinek a hite történelmi, és kinek az életformája tűrhető. Kinek a politikai nézetei szolgálják a haza javát. Azokat pedig, akik nem tartoznak ebbe a körbe szerintük, büntetlenül és gátlástalanul gyalázhatják és zaklathatják, rettegtethetik, sőt bántalmazhatják, s ezt nem tennék közvetlenül, cinkosan eltűrik, hogy önjelölt rendfenntartó, gyalázatos emlékű múltunk egyenruháiban és jelképeivel, randalírozzanak. Nem azért követeltük sikerrel a rendszerváltás hajnalán a munkásőrség leszerelését és felszámolását, hogy most szó nélkül tűrjük a magyar gárda, a nemzeti őrsereg vagy magyar országos véderő egyesület elnevezésű egyenruhás félkatonai szélsőjobboldali alakulatok masírozásait, ijeszgetéseit és a velük együtt garázdálkodó csőcseléket, mely jellegzetesen mindig csak az egyik oldal képviselőit támadja, gyalázza, zaklatja, jó részt büntetlenül. Nem akarjuk ezt a szégyenteljes erőszakot szó nélkül tűrni, mely nemzeti himnuszunk egyik sorát félre magyarázva azt hiszi, megbűnhődte a múltat és jövendőt. Fájlaljuk, hogy elmaradt a múlt miatti bűnbánat, s hogy mára ismét elfogadottá vált a keresztény egyházak vezetésének asszisztenciája mellett is a keresztény és világi antiszemitizmus zsidózás. Szégyeljük, hogy több mint fél évezred után nem tudtuk integrálni legnagyobb nemzetalkotó kisebbségünket, a cigányságot, s hogy csöndes, össztársadalmi megegyezés látszik kibontakozni abban, hogy velük szemben bármilyen eszköz megengedett, s hogy kiszolgáltatott helyzetükért ők, és a mindenkit, és nem a mindenkit sújtó gazdasági nehézségek, a halogató és elutasító többségi társadalom a felelős. A mát és a jövendőt nem eleink bűnhődték meg,
az ránk hullik vissza, ha nem erősítjük meg mindannyiunk védelmére a demokrácia valamennyiünk szabad értékvilága vívmányait. Olyan parlamentet akarunk, amelyben a kicsinyes zsigeri obstrukció és a mentelmi jog által védett szégyellnivalós becsületsértések helyett felelős törvényhozás folyik, az ország valós politikai és gazdasági helyzetének figyelembevételével, és ahol népünket joggal felháborító országos bűnügyek kivizsgálására valódi elszánást tapasztalunk, és ahol gyalázkodás helyett tényszerű kritika és konstruktív együttműködés valósul meg valamennyiünk javára. Felelős kormányt, együttműködő önkormányzatokat, bátor és igazság szerető bírákat, szakszerű, hatékony és emberséges rendőrséget akarunk, és ezt az egész magyar társadalom számára. Miben reménykedem? Reménykedem, hogy megértjük, kivételes ajándéka volt a történelem urának a rendszerváltás, az új Magyarország megteremtésének esélye. Reménykedem, hogy mégsem volt hiába való azok vére és áldozata, akik nem nyerték meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva üdvözölték azokat, és hogy a mai demokraták nemzetünk nem csak külső, de belső szabadságukért is hasonlóak lesznek hétköznapi áldozataikat meghozni, és igazság és tisztesség mellett minden körülmények között kiállni. Reménykedem abban is, hogy felnőttként megértjük az oly sokszor hangoztatott igazságot, nem másnak kell jólétünk árát megfizetni, és hogy a közösen felhalmozott bajainkból közös erőfeszítéssel juthatunk csak ki. Reménykedem továbbá a felnőtté válásban úgy is, hogy nem lógunk tovább a mesék tején. Mégiscsak megrendítő, hogy miközben sokakat nem zavar Radnóti vagy Károlyi Mihály és mások szobrának elcsúfítása, nemzeti ünnepeink szétfütyülése és kipöfögése, lejáratása, addig országszerte több tucat helyen emeltek szobrot a düllett szemű mesebeli tojószárnyasnak, és van, ahol helyi hatósági együttműködéssel védelmezik az illegálisan emelt és imádott bálvány. Barátaim, a demokrata is fél, de nem a fortélyos félelem igazgatja. Demokraták vagyunk, és sok nemzetiségű magyarok. Soha nem akarjuk, hogy a szitok, tojás, kő, vagy bármiféle sérelem eltántorítson bennünket demokráciánk és alapvető jogaink gyakorlásától vagy védelmétől, és attól, hogy kiálljunk egymás mellett a bajban. Végül abban reménykedem, hogy eljön a józan ébredés és megtérés azok számára is, akik ma csupán önmaguk személyes sikerétől várják a jobb jövőt, és a többieket nem tartják magyaroknak, hazafiaknak, egyenrangú embereknek. Kérjük, ne kenjék szennyüket tovább a nemzetre, s ami megtörtént, azt mossuk le együtt, és akkor a magyar név megint szép lesz. Méltó régi nagy híréhez. Hölgyeim és uraim, Kiványi Gábor után Konrád György szól önökhöz. Őt követi majd Demszky Gábor, azt mondja Konrád György, ő örömmel foglal helyet a két Gábor között.